Boris Tadics államfő tegnap másfél órás megbeszélés folytatott a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor István mai sajtótájékoztatóján elmondta, olyan kérdéseket érintettek, amelyek szorosan kötődnek a vajdasági polgárok érdekeihez, azon belül pedig az itteni magyarsághoz. A tegnap találkozó egyik hozadéka, hogy hamarosan elkezdheti működését a közös szerb-magyar történészek vegyes bizottsága. Magyarország már régen lépéseket tett ennek irányába, Szerbia viszont nemrégiben állította fel történész csoportját, amely magyar kollégáikkal a II. Világháborúban történt atrocitásokat vizsgálná ki. Tadics és Pásztor ismét foglalkoztak a jövő évi szerb költségvetés kérdésével, de a körzethatárok bejelentett módosításával is. Nem szeretnénk még egyszer olyan helyzetbe kerülni, mint ahogy tavaly voltunk. Ugyanakkor nem tudunk eltekinteni attól az elvi meggyőződéstől, hogy az alkotmány tiszteletben tartva a Vajdaságot megilleti a mindenkori szerb költségvetés 7%-a. A másik kérdés az a körzethatár kérdése volt. Én azt remélem, hogy még az idei év végéig nyugvópontra kerül ez a 18 éves kérdés, és végre módosul a körzethatár úgy, hogy a tiszamenti Hárombácskai község a Északbácskai körzethez fog tartozni. Mai sajtótájékoztatóan Pásztor István bejelentette, a VMS küldöttsége jövő héten többnapos brüsszeli hivatalos útra indul. A VMS delegáció ez alkalommal tárgyal majd Stefan Füle, EU bővítési biztossal, de Pásztor István beszámoló tart a térség miniszterelnökei és egyben EU-s tagállamok miniszterelnökei előtt az itteni aktuális politikai és kisebbségi kérdésekről. Pásztor nem mulasztott el kiemelni, hogy brüsszeli útja során Szerbia EU-s integrációs törekvése érdekében is találkozik több EU-s parlamenti képviselővel.